Ősi hagyományaink garmadával vannak, ha nem őrizzük őket, szana szétszaladnak. Elkallognak sorba, elfelejtjük mindet, pedig a jövőnknek ez adhat emléket. Én úgy gondolom, hogy ezzel a mottóval nyitjuk meg a rendezvényt, és ennek keretében fog zajlani az egész sertésfeldolgozás, az étkek elkészítése, maga a hangulat, a pálinka fogyasztása, egy-két rigmussal még szeretnék hozzájárulni a hangulathoz, illetve maga hajdúböszörmény vonatkozásába, amit tudni kell, illetve könyvbe is megörökítették, azt szeretném majd a közönséggel megosztani, azokat a hagyományokat, azokat a módszereket, szokásokat, amit valamikor elődeink még annak idején a gazdaudvarba, a tanyaudvarokon átéltek egy családi ünnep keretébe, mert gyakorlatilag torról beszélünk, de ez a tor ez teljesen más, nem olyan jellegű tor, mint amire a nagy közönség esetlegesen gondol, mert ugye a régi öregek is mindig azt mondták, hogy disznóvágáskor, disznótorkor, a disznónak hauta után van igazi haszna, hát ez majd most meg fog itt nyilvánulni mindenki előtt. Én úgy gondolom, hogy aki részese lesz átszellemül ezeknek a hagyományoknak a szellemébe, akkor biztos, hogy jól fogja magát érezni, és egy olyan emlékkel fog hazatérni, ami meghatározó lehet akár egész élete során. Milyen a böszörményi hagyományos disznótor? Hát a hagyományos disznótor, ugye már most egy kicsit azért iparosodtunk, mert teljesen más ipari méreteket műltött ez a sertésfeldolgozás, de ha visszakanyarodunk még akár az 1900-as évek elejétől, a 50-es évekig, addig ugye minden háztartásba tartottak sertést, tanyán hízlaltak, és egy éves disznót fogtak be hízlalni. Aznak ugye annak a jószágnak kedveztek, minél több moslékünk, minél jobb minőségű takarmányt adtak, és akkor amikor a gazda ugye eldöntötte Szent András nap után, hogy megölik a disznót, akkor a család, rokonok, ismerősök összejöttek, és gyakorlatilag egy örömünnep során készítették el a portékát. Akkor ugye hagyományosan szalmával perzseltek, hagyományosan azt a sertést, azt a disznót vágták le, amit ők maguk hízlaltak, tehát abban is benne volt szívük, lelkük, és ezzel az elkészített alapanyagokkal meg tudták tölteni a kamrát, meg tudták tölteni a füstölőléceket, a sauzautteknőket, és gyakorlatilag a családnak egész hosszú ideig megmaradt az a portéka, amiből az élelmet tudták biztosítani. Többek között ezzel a rigmussal és a hagyományok felelevenítésével vált a Léva István ceremónia mester, a 13. hajdúsági disznótor és 5. népművészeti nap érdeklődőit a Fürdőkertben február 8-án. A rendezvény az idén is sok vendéget vonzott, akik már a hivatalos megnyitó előtt megérkeztek a helyszínre. Mindig itt szoktam lenni, szerintem a disznótor ez egy olyan társadalmi esemény, és egy olyan nagyszerű hagyomány, amin minden olyan magyar ember, aki szereti az országát, szereti a közösséget, annak ott kell lennie. Márpedig én nagyon szeretem, és nagyon jó társaság van itt mindig Hajdúböszörményben. Milyen emlékeket őriz a böszörményi disznótorokról? Arra vigyázni kell mindig, hogy emlékeim legyenek, tehát nem szabad elfogadni azt, hogy mindenhol megkínálnak, de az, hogy fantasztikus hangulat van, szerintem ez a helyszín nagyon jó, és ma úgy látom, hogy gyönyörű idő is lesz, tehát a disznón kívül mindenki jól fogja érezni magát. Balmazújvároson lakik, Újvároson szoktak-e lenni ilyen disznótorok, őrzik-e még a hagyományokat a disznótorokon? Igen, a mai nap éppen olyan, hogy már reggel 6:30-kor Balmazújvároson egy disznótorba kezdtem, ahol a barátainkkal tartunk egy ilyen disznóvángást. Nyilván nem ilyen nagy volumenű rendezvényt, hiszen ez egy megyei szintű rendezvény, vagy sőt, azt mondhatom, hogy országos is, de hát kevésbé, de őrzik. De szerintem ez sokkal jobb hangulatú ilyenkor, amikor ilyen sokan itt vannak. Melyek azok a hagyományok, amit ön leginkább jónak tart? Hát ezt nem tudom így elmondani, szétbontani. Szerintem onnantól kezdve, amikortól elkezdik perzselni a disznót, a fogópálinka, a forralt bor, azok a finom ételek, amit csinálnak, meg mondom maga a hangulat. Tehát ilyenkor én úgy gondolom, hogy mindenki elsősorban azzal törődik, hogy egy szép napot töltsön el a barátokkal, ismerősökkel, és ilyenkor azok a gondok, bajok, amik egyébként hétközben ott vannak mindenkinek a fejében, feledésbe merülnek. Gyergyalfaluból, Székelyföldről, Erdélyből jöttünk, egy kis delegáció, testvértelepülése vagyunk Hajdúböszörménynek,
És hogy miért döntöttem? Hát ezelőtt jó pár évvel döntöttem úgy először, hogy idejövünk. Mindig van amit tanulni, úgy a hagyományőrzés terén, mint a disznóvágás folyamatának terén, úgyhogy elsősorban ezért vagyunk itt, másodszorban pedig azért, mert mindig jól érezzük magunkat itt. Mennyiben hasonló ez a disznótor, mint ami önöknél szokott lenni? Hát ott is reggel szúrják le a disznót, mint itt. Feldolgozni viszont másként dolgozzák fel. Nálunk másféle ételek dívnak, itt ismét másfélék, nem túl sokban hasonlít, a kolbászt és a hurkát leszámítva. Önöknél milyen ételek szoktak készülni disznótoron? Hát ami nagyon jellemző, és itt nincs, ez a káposztaléleves, ami egy húsgombóc leves tulajdonképpen káposztalével savanyítva. Ez enélkül elképzelhetetlen a disznótor. A többi az meg hasonló, talán az, hogy vesehúrkát mi nem töltünk, hanem azt másképp dolgozzuk fel. Önnek melyik a legkedvesebb disznótoros étele? A kolbász. A hivatalos megnyitó előtt már a főzőcsapatok is szorgoskodtak, köztük a hajdúkerületi hús állattenyésztő és húsfeldolgozó non-profit Kft. Dolgozói. Készítünk reggelire hagymásfél, és aztán egy kis tepertőt is sütünk, aztán a hurka, kolbász, káposztás hús. Ez is sorban így minden, amit sikerül. Mennyire őrzik a hagyományokat az elkészítésnél? Hát a hagymásfélnél próbálunk arra törekedni, hogy a hagyományos fűszereket használunk, vagyis mindenhez hagyományos fűszerekkel készülünk, semmi extra. Mekkora mennyiségben főznek? Hát most hagymásfél az olyan 120 főre, vagy plusz még az osztásra is jut belőle. Hát aki idejére, azt kap. Adagra nem tudom, mennyi lesz sok. Hogyan tudják majd lemérni a sikerességüket? Hát ha az előző éveket nézzük, akkor attól függ, milyen hosszú sok sor fog itt állni az osztásra. Hosszú sor szokott állni? Általában igen. Az utóbbi években, ahol főzünk, ott általában mindig sokan szoktak lenni. Aztán látjuk. A Nagév standján is előre haladottak voltak az előkészületek. Ezt a bőrös húst és a malacfülét fogjuk először megsütni, szép barnára megpirítjuk, majd kiszedjük, és utána nyilván folytatjuk a hagyományos káposztásos készítését. Jelenleg itt tart az előkészület. Más előkészületek is vannak, forrarbor is készül, úgy tudom, meg itt lesz pogácsa és egyéb finomságok is napközben, amit el lehet fogyasztani. Mikor keltek fel ma reggel, hogy ilyen stádiumban legyen már reggel 8 óra után az étek? Nem ébredtem korán, reggel 7 órakor keltünk föl, és már 3-4-8-kor itt voltunk. Ügyesek vagyunk és gyorsak. Mit készítenek itt a standon ma? Mi káposztás húst fogunk készíteni, és a többiek pedig úgy tudom, hogy nyilván itt több stand is van, ami egy cégcsoporthoz tartozik, úgy tudom, hogy lesz kolbász, hurka és egyéb ilyen disznóvágáskor szokásos ételek készítése is meg fog történni. A kontyalávaló előkerült már? Igen, már elfogyasztottam, 2-3 centes pálinkát már megittam. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van, a disznótori hangulat már elő van készítve a pálinka szempontjából is. A rendezvény hivatalos megnyitóján többek között Kis Attila polgármester köszöntötte a disznótor résztvevőit. Szerintem nagyon már most viszonylag korai, szombathoz képest korai találkozó ellenőrzés, nagyon sokan vannak. A környéken már nem lehet parkolót találni, mindenhol parkolnak a kocsik, és itt benne is sokan vannak. Hát azért fontos másrészt pedig, mert az egyik legszebb hagyományunk. Szoktuk mondani, hogy a disznón kívül ennek mindenki őrül, és de tényleg ez egy olyan hagyomány, a mai felnőttek nagyon nagy része gyerekkorában még azért egy évadban, egy-két disznótorban biztos, hogy részt vett. A mai gyermekek, mai fiatalok pedig hát innen is láthatják azt, hogy szüleinek, nagyszüleiknek, szüleiknek milyen gyerekkoruk, milyen fiatalságuk volt, és hát arról azért nem beszélve, vagyis hát beszélve arról is egész pontosan, hogy azok az ízek, azok a finomságok, amik itt készülnek el, ezeket éttermekben nem kapjuk. Én rendszeres étteremjáró vagyok a családommal, nagyon szeretünk finomakat enni és jó helyeken lenni, de hát amikor egy friss tepertő, vagy friss pecsenye, vagy nem is akarom folytatni a sort, hogy milyen ételről van
van szó, akkor az páraját ritkítja. Én kívánom, hogy mindenkinek legyenek ilyen élményei, ahol még több generációs család együtt van, megvannak, jöjjenek is, és a papa vagy a mama mutassa meg a gyerekeknek, az unokáknak, hogy na nézzétek meg gyerekek, mi ezt így csináltuk, úgy csináltuk, úgy perzseltük a disznót, vagy nem tudom, úgy kellett vágni a orjára, vagy bárhogy a húst. Tehát ez élő hagyomány, élő legenda, és hát az, hogy ilyen sokan eljönnek. 5 testvérvárosunk már itt van, a 6. a beregszászi polgármester Babják Zoli barátommal úton vannak, rengetegen eljönnek a megyéből, más településekről, parlamenti képviselők, egyetemi vezetők, egyéb közéleti szereplők, és millió böszörményi. Tavaly 5600-1800 jegyvásárló volt. Bízom benne, hogy a 13-as szám az idei disznótornál ez a szegény disznókon kívül mindenki számára szerencsét és nem bal szerencsét fog hozni. Az egész rendezvényen a Bakator együttes húzta a talpalávalót, akik a nagy színpadon is felléptek. Először is a mennyitón fogunk muzsikálni a szúrás közben, majd fogunk egy kis hangulatzenét csinálni itt a téren, és délben leszünk a színpadon fél órára, majd utána a helyi bocskai táncegyüttest lekísérjük, és ez lesz a feladatunk a mai nap. Milyen zenét hoztatok el ide ma? Itt a szúrás közben, meg a hangulat, muzsikálás közben főleg olyan nótákat, dalokat fogunk játszani, amit azért inkább ismer a nép, és a színpadi produkcióban meg igyekszünk egy kicsit kinyitni a világot a régebb stílusú népzene fele is. Mennyire jellemző az, hogy disznótoron játszotok? Hát ilyenkor télen, január-február környékén nagyon sok van ilyen városi disznótorok, múlt héten is Derecskén voltunk, úgyhogy ezek így előfordulnak. Egy-egy ilyen rendezvényen azon túl, hogy zenéltek, szét tudtok nézni? Persze, igyekszünk rá időt keríteni mindig, hogy megnézzük a standokat, a vásárosokat, esetleg a más produkciókat a színpadon, ha úgy van, igyekszünk mindig végigkövetni a rendezvényt. Az igazi disznótor elképzelhetetlen hagymás vér nélkül. A reggeli lélekmelegítő itókák és a forró tea mellé igazi gasztronómiai élményt jelentett. Ezentúl volt még sok finomság, pecsenye, hurka, kolbász, káposztás hús és frissen sült tepertő a versenyző főző csapatok jóvoltából. A zöld kör standján többek között káposztás húst főztek. Hát szeretjük ezt a hangulatot, megszoktuk, évek óta így főzünk valójában. Kisebb-nagyobb sikerrel volt, hogy nagyon nagy sikerünk volt, hogy kevésbé, de jövünk. Mi volt a legnagyobb siker? Egyszer külön díjat is kaptunk erre a toros káposztára, azt hiszem 2 éve. De reméljük, hogy most is sikerülni fog. Nem tudom. Hogyan készül a zöld kör toros káposztája? Hagyományosan, ahogy tanultuk a nagyapáinktól abban az idejében a disznóhőseken, hát először is megpirítunk egy kis bőrös szalonnás, kis véknyat, aztán hozzátesszük majd a csontos húst, vizet, most ebben a stádiumban vagyunk, és akkor ez majd megfő, levesszük, és a káposztát nagyon sokáig dísztoljuk, nagyon sokáig a zsírban dísztoljuk. Ez a titka szerintem. És a jó hús és a jó káposzta. Hát, persze, igen. Meg hát az előkészítésnek ez. Hát a hús most nem sajátunk, most vettük, van mikor a sajátunkat, illetve a saját nevelés disznót hoztuk, de most nincsen, úgyhogy most vásároltunk. A káposztát is a piacon vesszük, egy bizonyos helyről mindig évek óta onnan vesszük. Így gondoljuk, hogy jó lesz. Otthon is szokott disznót ölni, és ott mennyire őrzi a hagyományokat? Hát mindent csak hagyományosan csinálunk, ahogy tanultuk, mit tudom én régebben, gyerekkorban. Igen, szoktunk otthon is ölni, nem is egyet, bár most egy kicsit kevesebbet, de régebben sokkal többet is öltünk, igen. Jónak tartja ezt a rendezvényt? Természetesen, hát olyan sokan kijönnek, beszélgetnek, barátok összejönnek, nagyon jó dolognak tartom. A Hajdúvidi csapat több különlegességgel is szolgált. A Vidi Böllérek csapata az Hajdúvidi Vidért Közhasznú Egyesület tagjaiból és családtagjaiból áll.
Idáig évente, több éven keresztül Hajdúvidén az Egyesület hagyományos disznó vágás rendezett. Most ebben az évben úgy gondoltuk, hogy egy kicsit látogassunk el távolabb is. Így, mikor megláttuk a felhívást, hogy a hajdúsági disznótól, úgy döntöttünk, hogy akkor most megmutatjuk nem csak a mi kis falunkba családtagjainknak, hanem eljövünk, és ezt a kis hagyományt próbáljuk megmutatni a böszörmény meg az ide látogatóknak is. Itt szó szerint terített asztallal várják a vendégeket. Igen, tehát ez feltett szándékunk, hogy ne csak mi, hanem az ide látogató is megkóstolhassa a hajdúvidi ételeket. Igaz, hogy helyileg nem vagyunk nagyon távol Böszörményttől, de mégis, tehát mind ahogy tudjuk, hogy minden hányház annyi szokás, hát nálunk is, akár a hurkába, tehát még Böszörményben a cukros májas a népszerű, addig Hajdúviden cukor nélkül készül a májas furka, és ezt szeretnénk megismertetni más látogatókkal is. Mit ismertetnek meg még ma a látogatókkal? Hát a toros káposztát Hajdúvid módjára, a hurkát, kolbászt, a hurkák között májas, véres hurkát, meg aztán a régi eszközöket is megpróbáltuk elhozni, ami a disznóvágásnak egy része volt régen, tehát a régi hurkatőtőtől darálóig maga az eszközök kiállításával is próbáltuk egy kicsit visszahozni a... Különlegességnek kürtös kalácsot is kínálnak. Igen, ahányszor elmegyünk Vidről, jó magam hoztam Hajdúvidre, hiszen én székely földről származom, és én ezt nagymamámtól meg anyukámtól tanultam a kürtös kalácssütést, és nagyon nagy szeretettel fogadták a hajdúvidiek, és bárhova, ahova ellátogattunk, úgyhogy ez is már most a vidi csapatnak egy színfoltja, hogy most már a kürtös kalács nem székely módra, hanem Hajdúvid módjára. Elmondhatom büszkén, hogy kimondottan hajdúvidi asszony készítette, Hajdúvid módjára, tehát az ő szája íze szerint a recept az erdélyi, de hajdúvidiek sütik. És Székely Módra milyen a disznótor? Hasonló-e itt a hajdúvidihez? Hasonló, maga az elkészítés módja nem. Tehát míg nálunk még mindig tartják a régi hagyományt, hogy a disznót azt nagyon aprólékosan feldolgozzák. Tehát nem csak hurka, kolbász készül, hanem csinálnak disznófelsajtot, feltűrt húst, bőrös hurkát. Hát sokkal többféle étket készítenek, tehát amit majd később füstölnek, szárítanak, tehát ezt még mindig tartják. Tehát itt 2-3 étel készül, míg Székelyföldön 5-6. Önnek melyik a kedvenc disznótoros étele? Nekem a toroskáposzta meg a kolbász. A rendezvény forgatagában a szervező Szabadhajdú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Szarva Szabó Katalin kérdeztük, többek között a rendezvényről, az előkészítő munkáról. Örömmel látjuk azt, hogy nem hiába van az a több hónapos munka, mert ez több hónapon keresztül zajlik maga a szervezés, ami emögött van, illetve nagyon-nagyon sok segítő és támogató van mögötte, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a segítséget. Tehát ilyenkor nagyon örülünk tényleg, hogy érdemes és van helye annak, hogy hagyományos értékeket vonultassunk fel a rendezvényen, és ezek szerepeljenek, mert erre van igény is, sőt az emberek jól is érzik magukat. A szervezés során mennyire törekedtek a hagyományokra, mennyire törekedtek a közösségi rendezvényre? Nagy a kihívás a rendezvénnyel szemben, hiszen azért már felgyorsult világban élünk, digitális világban élünk, és a közvetlen kapcsolatok mégis értékesek és fontosak. És fontos, hogy ezt mi itt a hagyományokhoz híven teremtsük elő, a gyökereinket erősítve ezáltal, hiszen ez a disznótor, ez egy családi esemény volt, a közösségi összetartásról, a családi összetartásról szól, és arról is, hogy a családnak az ellátását ugye a disznótor utána biztosította. Tehát
ez a hagyomány mindenképpen fontos azért, hogy a gyökereinket megőrizhessük, mindenki büszke legyen arra, hogy ő hajdúböszörményi, és nem csak egy város legyünk, hanem egy nagy családi közösség is. A főzőversenyre benevezett étkeket két tagú szakmai zsűri bírálta el. Most kezdtük el a hagymásfélnek a zsűrizését, most idáig már vagy, hát nem is tudom pontosan, 9 vagy 10 csapat hozott hagymásvért. Hát nézzük az állagát, milyen állaga van neki, hogy vannak összedarabolva a vér, főtt véldarabok, mennyire szaftos, milyen észhatása van neki, a tálalást nézzük, hogy van kitálalva, hogy hozzánk elég, de közben mi tartottunk egy terepszemlét is a zsűri kollégámmal, és akkor néztük, hogy milyen körülmények között készítik ezeket a termékeket, hogy vannak felrészítve, tehát ilyen szempontok alapján zsűrizünk. Mennyi ételt zsűriznek ma? Most a hagymásvére, mint az említettem, azzal kezdtük. Már most kezdik hozni a kolbászokat, hurkákat, díjazzuk majd a legfinom, a cukrosmájas hurkát, ez egy böszörményi tájjellegű szokásos hurka, és akkor ezután jönnek a toroskáposzták, orjalevesek, különlegességeket még ígértek, hogy hoznak majd gömbözlevest is, hát ezek a fő profilok, különlegességek, még igényességek. 23 csapatnak az ételeit zsűrizik, hogyan lehet különbséget tenni egy idő után az ételek, az ízek között? Hát mi vízzel öblögetünk, tehát vízzel öblítsük a szánkat, és az alapján azzal tudunk egy kicsit különbséget tenni, meg külalak szempontjából is nézzük. Meg, szóval mindenkinek más az íze. Mindegyik ételnek, valamelyik kicsit fűszeresebb, valamelyik még nincs ennyire fűszerezve, mondjuk még a toroskáposzták, húsevesek még ezután jönnek, húsevesekbe vagy nézzük, hogy milyen a hatása, milyen az állománya levesnek, mennyire szép, tiszta, milyen zöldségek vannak benne, hogy van a hús megfőve, tehát ezek alapján nézzük. Szakmájából adódóan Hentes mennyi disznót vágott már életében? Hát nem nagyon sokat. Én az első 8 hagyományőrző disznótornak aktív részvevő voltam. Most már én inkább jobban érzem magam itt az asztal mellett, kóstolgatás szempontjából is. Ezekre az ízzelésekben én szerintem én otthon vagyok, mert nekem Hentes mester a szakmám, ezzel foglalkozom, ezeket a készítményeket gyártom, és így nagyjából tisztá vagyok, hogy milyennek kell lenni egy igazi jó íznek. Milyen egy igazi jó böszörményi íz? Hát a böszörmény az egy jó kis szaftos, fűszeres, nem csípős paprikás annyira. A kolbászféle, meg hurka, a hurkafélék azok is inkább majoranna, kevéske kis vörös hagyma van még benne a hurkafélékbe. A toros káposztának annak is a böszörményi tájjelege inkább enyhén paprikás, nagyon enyhén paprikás, sós, borsos. És a böszörményi cukrosmájas hurka? Na, ez most kóstoltunk már idáig 3-at. Idáig, tehát mindegyiknek érzett az édes íz hatása. Volt, amelyik kicsit még száraz volt. Tehát úgy vettük észre, hogy ettől egy kicsit szaftosabbnak, zsírosabbnak kellett volna lenni. De lehet, hogy akik azt csinálták, azok nem szeretik, hogyha annyira zsíros az a termék. Egy kicsit még az eltett volna jobb is, de volt, amelyik én szerintem ütötte a 10-es szintet. 10 pont a maximum? Igen, 10 pont a maximum. Idáig 7 alatt még nem találkoztunk. Tehát akkor lesz azt jelenti, hogy aránylag nagyon jó termékek vannak itt. A főzőverseny mellett pálinka verseny is színesítette a programot a hagyományokhoz híven. Az ítészek több mint 40 itókát zsűriztek. Úgy tudom, hogy 43 pálinka, mint érkezett erre a versenyre. Hát a pálinkákat ugye megszokott elvek alapján bíráljuk, illattisztaság, íztisztaság, ízkarakter, íztisztaság nyilván, plusz egy harmóniát bírálunk, hogy mennyire harmonikus az a pálinka. Milyen a felhozatal eddig, amit eddig kóstoltak, és milyen pálinkákat? Úgy gondolom, hogy a vártnál egy kicsit jobb a felhozatal, tehát egész jó pálinkák vannak. Eddig túl vagyunk az alma pálinkák kóstolásán, a megy pálinkákon, és lassan a szélvával is végzünk. Hogyan lehet különbséget tenni a különböző pálinkák között? Hát ugye mi főleg a hibákat keressük a pálinkákba, tehát végül is a hibák alapján is teszünk egy különbséget, plusz nézzük azt, hogy melyik pálinka mennyire hozza azt a gyümölcs ízt, illatot, amit annak hoznia kell. Egy pálinkának mi lehet a hibája? Hát nagyon sok hibája lehet, hát lehet a rossz cefrézés, maga a rossz gyümölcs lehet a hibája, lehet a pálinkának a főzésében is hiba nyilván, valamint a pálinkának akár a tárolása, stb. Tehát több mindennel el lehet rontani egy pálinkát.
Ezeket egy átlag ember is észreveszi? Hát általában észreveszi egy átlag ember is, csak esetleg azt mondja rá, hogy nem jó a pálinka, tehát hogy kellemetlen a fogyasztása, tehát ihatatlan, meg nagyon erős, meg stb. Ki milyen jelzővel illeti, de általában ez mind pálinka hiba szokott lenni. Egy igazi jó pálinkát hogyan kell elkészíteni, mire kell odafigyelni? Hát mindenképpen érett, egészséges gyümölcsből, tiszta gyümölcsből, és jól fel kell dolgozni a cefrét, tehát a gyümölcshúst meg kell bontani, hogy az élesztők férjenek hozzá az erjesztéshez, gyümölcscukrokhoz, egy jól levezetett erjesztés, egy jó főzés, az mindenképpen jó pálinkát kell, hogy adjon. Igazi szakértelmet igényel? Úgy gondolom, hogy meg lehet ezt tanulni, anélkül is, hogy komolyabb szakértő legyen az embernek. Az alap dolgokra oda kell figyelni, és akkor nem lehet nagy probléma. Azon túl, hogy így zsűrizik, szét tud elnézni a disznótoron, ha szétnézett, hogyan tetszik? Nyilván, mikor megérkeztünk, akkor szétnéztem, nagyon tetszik, és hogyha megállunk egy kis szünetre, akkor is az lesz a következő program, hogy szétnézünk, hogy áll a disznőlés. A finom ételek mellé finomabbnál finomabb sütemények is dukáltak, a civilek a lakóhelyért egyesület jó voltából. Hát csak házi süteményeket, amelyeket már az egyesület védjegyeztetett többségét. Hát ezek a sütemények jó minőségű alapanyagból készülnek, házias stílusba, összetételbe, és akkor csak néhányat hadd mondjak, régi új sütemény a Vesú. Az látható épp az elmúlt percekben a megyei önkormányzat vendégei nagy érdeklődéssel kísérték. Természetesen a nagyon ízlett a tepertős pogácsa, mindkettőhöz a hozzávalót a Hús Kft-től, ez az önkormányzat által működtetett húsfeldolgozótól kaptuk. Édes sütemények közül éppen most látható itt az asztalon, nagy mennyiségbe készítünk bobajkát, ez nagyon ízlett a vendégeknek. Tavaly testvérvárosi küldöttség úgy jelentkezett, hogy akkor jönnek, ha bobajka is lesz. Tehát ez egy érdekes általuk, mások által is ízlett sütemény. Készítettünk még a Böszörményi lakodalmi bélest, amelyiknek ugye egy kétnapos a elkészítési ideje. Ez is nagyon ízlett, aki itt kóstolgatta. Hát úgy gondolom, hogy sokan készítik oda-haza a csodakiflit, ez egy ilyen leveles, diós, lekváros változatú, ez is, ennek is nagy sikere volt. A művelődési ház vállalta, hogy mi csak süssünk, és majd ők kóstoltatnak, úgyhogy szerintem aki kilátogatott a disznótorra, valamelyik süteményt biztosan megkóstolta. A népművészeti nap keretében egyebek mellett volt kovács bemutató, házi csigatészta készítés, kézműves foglalkozás gyerekeknek, termelői és kézműves vásár. Kísérő programként pedig fellépett a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes, a Szeredás Népzenei Együttes, a Pendejének Együttes, a Bakator Zenekar, Pál István Szalonna és Bandája és a Bocskai Néptánc Együttes. Szevőknek tetszett a rendezvény forgataga. Hajdúböszörményből érkeztem, és az öcsém a zöld kör tagja, vezetője. Hogyan tetszik a zöld körnek a standja? Hát én nagyon meg vagyok felek elégedve, nagyon szép és nagyon jó. És maga a disznótor hogyan tetszik? Nagyon jó, nagyon szép és nagyon hangulatos. Hogyan látja, mennyire őrzik itt a hagyományokat? Hát ez a Böszörmény nagyon régóta, ez a hagyomány már nagyon régóta már
szerintem 100 éve őrizve van. Melyek a legfontosabb hagyományok ön szerint, ami itt is látható? Régi gyerekkoromban mi átéltük azt a régi perzselést, a szalmán való perzselést. A kísérő programok, mert azok is vannak, népművészeti programok, népzenei programok, hogyan tetszenek? Nekem azok is nagyon tetszenek. Fontos, hogy legyenek azok is? Igen, igen, fontos legyenek, igen, fontos legyenek. Jónak tartja azt, hogy megrendezik a disznótort. Igen, hát én sajnos éveken keresztül nem tudtam eljönni, mert nem voltam itthon hagyóbeszéményben, és most időt szentneltem rá, meg most szabadságomat töltöm, és ezért nagyon szép és nagyon jó, hogy ezen részt tudtam venni. Nagyon jó. Sok ismerős, sok barát, úgyhogy a hagyományokat őrizni kell. Én csak ennyit tudok mondani. Hogy kinek hogy tetszik ez már? Emberre válogassa. Említette, hogy ismerősökkel találkozik, ilyenkor felidézik a régi disznótorokat. Hát, nem nagyon vannak már itt olyan régi hagyományos. Az volt az igaz, amikor a Pilitű farkáig kézzel csináltak, a perzselistükkel gondolok, én a perzselésre. Úgyhogy most elégetnek rajta egy villaszalmát, utána már csak a perzselővel csinálják. Hát ez így működik már most, úgyhogy ezelőtt. Egy gyerekkoromban volt olyan, hogy nem volt szabad, lehetett vágni, csak be kellett volna jelenteni. Ez 50-es években. Ha bejelentettük, nem maradt volna belőle semmi, be kellett volna vinni. Ezzel a tekerős hajtós perzselővel csináltuk, de hát azt hittem megfúlok, mire megperzeltük. Az borzasztó volt, úgyhogy. De hogy ki nem lehetett szabad lángra, mert akkor már feljelentették volna az ember. Így aztán ki hogy tudta, úgy csinálta, lopva, titokba. Jónak tartja az, hogy Böszörményben megrendezik a disznótort? Igen, én szerintem jó. Mert csak ugyanitt annyi ismeréssel találkozik az ember, hogy ez nem is igaz. Azért jöttem ki, mert tavaly nem sikerült kijönnöm, valami miatt elmaradt. Most a feleségemmel jöttünk, a feleségem munkahelyének van főzőhelyük, azokkal töltjük itt az időt. Milyen hagyományokat lát itt a disznótoron? Szerintem a disznóölés, mint böszörményi hagyomány, különösebben nem mondott újat, vagy nem láttam újat. Mi is szoktunk disznót ölni, inkább a standok felszerelése, ami egyedivé teszi a főzőhelyeket. Nekem nagyon a Hajdúvidi Egyesület standja tetszik, ami igazán fel van szerelve a népi meg hagyományos háztartási eszközökkel, felszerelésekkel. Ételeket sikerült-e kóstolnia? Kóstoltunk sok helyen. Talán leginkább a sült kolbász íz lett. Nem tudom, melyik társaságnak a sütése volt. Káposztás úszat általában otthon is megeszem, sok újdonságot nem hozott. De jónak tartja-e azt, hogy megrendezik évről évre, így már 13. alkalommal lesz a disznótort? Igen. Amellett, hogy a fiatalok megismerik ezeket a hagyományos akár öltözeteket, akár a főzési hagyományokat, hurka, kolbász, káposztásús főzést, megismerkednek a városi emberek a többiekkel, ismerősökkel találkozunk, meg ezek az igazán a hagyománytisztelet, hagyománymegőrzés, ennek is van egy ilyen háttere az egésznek.